A 86 éves bácsföldvári Dosztán Vera 59 éve árulja saját termékeit a piacon. Elmondása szerint ez alatt az idő alatt még sohasem volt ilyen a helyzet, és úgy gondolja, hogy ha kötelezőek lesznek a fiskális számlát adó pénztárgépek, akkor a piac nem tud sokáig fennmaradni, és már így is egyre kevesebb termelő árulja a saját termékeit itt az újvidéki futaki piacon. Mi itt a fél évre fizetünk 22 ezer dinárt a helyé, meg minden nap 500 dinár helypénz. Tehát 2000 euróba jön nekünk csak a helypénz, meg a... És így is nem jövünk ki. 3-400 dinárokat keresek egy nap tisztán a helypénzen kívül. A határidő lejárta után minden olyan piaci árus köteles lesz adómemóriás pénztárgépet használni és számlát adni a vásárlások után, akik behozatali árut adnak el a piacon. Azokra a mezőgazdasági termelőkre viszont, akik a saját termékeiket árulják, nem vonatkozik az új törvény. Az eladók több mint 50%-a úgy gondolja, hogy a pénztárgépek a piacokon nem alkalmazhatóak. Egyesek az adóemeléstől, mások pedig a forgalom visszaeséstől tartanak. Mi ezeket mind megértjük és tiszteletben tartjuk, de arra kérjük őket, hogy folytassák azt, amit eddig csináltak. 630 dinárt kerestem egy nap a helypénzen kívül. Akkor itt van 460-at. Hát érdemes ez itt állni egész nap. Én tisztában vagyok, hogy nagyon nehéz az embereknek, tudja, mert elhelyezkedni is nehéz, de szerintem túlságosan nagy a helypénz is már, meg most még a fixálnak azza, meg hogy az ember fizessen még 150 ezer, miből? Eladni egy hordfőzet, hogy egy évig bírjak árulni. Nem éri meg. Hétfőn a futaki piacon egy eladó sem volt a pultnál. Így tiltakoztak az adómemóriás pénztárgép bevezetése ellen. Az új törvény május 1-én lép életbe, a pénzügyminisztériumból pedig még korábban kijelentették, hogy nem halasztják el ezt az időpontot.